Tantermükben várták a Lesznai Anna iskola végzősei ballagási ünnepségüket. Megkapták tarisznyájukat, egy szál virágot, majd Vörösné Habú Judit intézményvezető búcsúzott tőlük. Forró Ernestina is most végzett. Mint mondta, szomorúság és boldogság is dolgozott benne ezen a napon, de nagy tervekkel vág neki a jövőnek. Mi fog legjobban hiányozni az iskolából? Főleg a barátok, hát tanárok. És hova tanulsz tovább? Rosalkovics, eladószakra. Tantermükből az iskola lépcsőjén lesétálva az intézmény udvarára vonultak, ahol ünnepi műsorra búcsúztak egymástól a diákok. Az alsó évfolyamok is elköszöntek a felsősöktől, és a ballagó diákok ünnepi gondolatait is meghallgathatták a jelenlévők. Vörösné Habó Judit kiemelte, ezen a napon egyszerre jelenik meg a múlt, a jelen és a jövő. Nem olyan rég volt, amikor első osztályosként beléptetek az iskola kapuján. A gyors jelen után hangsúlyossá válik a jövő kérdése. Fontos, hogy megérezzétek az önállóság, függetlenség, de egyben a felelősség érzését is. És ezek súlyát. Sokszor mondogattam nektek és társaitoknak, hogy valamilyen szinten mindenki maga sorsának a kovácsa. Ezért vigyázzatok, ne veszítsétek el a jó irányt, tanuljatok szakmát, majd dolgozzatok becsületesen. És emlékezzetek vissza tanáraitokra, a ők intelmeire, és próbáljátok az itt megszerzett tudást hasznosítani. A ballagás zárásaként a végzős diákok hozzátartozói átadták a virágcsokrokat és az ajándékokat a ballagóknak. Ezt követően az évzáró ünnepség keretében jutalmazták a legeredményesebb tanulókat.